Jön a kis csapat, a második körre, Sanyi az nagyon stílusosan lovagol, arrébb megyünk, nehogy megijedjenek tőlünk. Reméljük, hogy mindenképp így, és Bengécske is. Hamarosan meg fognak majd állni, még egy fél kör, vagy az egyenes végén, ahogy látom, már lassítanak is. Hogy nem. Jön a kis csapat újra, még egy levezető kis trapra. Arrébb megyünk, odaadom neked. Úgy. És jönnek, most már megállnak. Úgy is mennek dombozni. Marika, megyünk, kettő dombocska. A másik oldalon jött. Jövünk, fordulunk, még egyet. Ala mezzó, viszontlátásra. Oké. Okay. Van még egy agánk, labotasz. Jó, van, Majának odaadom. Aha, odaadom a Majának a jó, dombra, jó? Jó, nagyon ügyes, remélem. Azt hittem, hogy függőlegesen fogja, de látom vízintet. Ja, az... Kettő dombot megyünk oda, figyelj. Jó. Kettő mögény már most. Semmi, Maja, ott járom. Körözni kell, mint nekem, ha Ha bemutatom a lovakat, fókuszálj ide. Itt vagyok Tama drágánkkal, az Arzsi lovam. Mögöttem van Kicsi Túr, amögött van Poseidon, Northern Dancer Palermo és Penge! Penge zárja a sort, de nem azért már rossz. Thank you.
Na, jön haza a kis csapat. Sanyi vezetésével jönnek a csikók. Sajnenki elengedett szépen. Mindjárt ott vannak az istállónál, és még először bemennek a gyermek a startibe. Sanyi az már leveredett egy kanapére, a Tamár. Oké. Van még aga, van még külön labotasz és pözsike. Elment a napocska, jobb felvétel lett volna, de ez van. Köszönöm Majácska a segítségedet. Okos Tamás. Remélem, majd kontrollálom. Második helyen jön a kis túr. Aztán Poseidon. Kis Nortendenszer. Palermo és Pengécske. Jaj, már mennek is. Akkor sietek. Jön a nagy produkció. Mennek át a startgépen. De most már mindegyik okos. Reméljük tényleg. Jaj, egy kis nyolcika is bemegy szépen. Tamás mondta, hogy már elég volt. Még egy kört. Azt. Vezetőló az itt van. Lucsika nem tudja még, hogy hogy működnek a dolgok. Mennek át, és már nagyon ügyesek. Jó, jobb a béke. Egy kis vízhelyzet, de azért arrébb mentünk, és Benge is, és nagyon ügyesen mennek fel. Sanyi le se akar szállni a Tamáról. Úgyhogy ezért felviszi a csapatot. Itt van Impi, aki, ha jól emlékszem, sínes, és ezért most pihenőn van. Igen. Ott látszanak a tiszti lakótelepnek az épületei, az a terület is valaha a lóversenyhez tartozott, vagy akkor még lovaregy lett, nem, akkor már lóversenyvállalat volt, de aztán a lóverseny az egykori lovaregy lett területéből elvettek egy-két sok-sok részt. Először a kutyakiképzőt alakítottak ki a listálók helyén, legalábbis egy részén, aztán az ott dolgozó határőröknek, ugye kutyakiképzőknek, építették ezeket a házakat, ami ott látható a háttérben, és hát természetesen ott is a lóverseny területéből kanyarintottak le, vagyis az Alagi Tréning Központ területéből egy részt. Na, itt a nagy Impi. Ó, ott vannak a ló, tenyészkanca, minden van itt, sőt, a tréningközpont autója, ami a lehető leghangosabb és a legzajosabb. Ennél rosszabb nincs is, de hát hiába, a lovak már mindent megszoktak.